A Központi Statisztikai Hivatal legutóbb 2011. októberében tartott Magyarországon népszámlálást. Annak adatai szerint 9.938.000 fő él hazánkban. 2011 óta emelkedik a születésszám Magyarországon. A statisztikai adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az ország más megyéihez viszonyítva, több gyerek születik, átlagosan 4.400 évente. Az élve születések számának a növekedése az folyamatos. Igaz, hogy ez egy lassú emelkedés, de a 10-11. Évi mélypont után ez egy folyamatos tendencia. Viszont ebben az évben kedvezőtlenül alakultak a halálozások, a megyében is, országosan is. A második negyedévi halálozási adat volt kiugró. Ebből adódólag a természetes fogyás az gyorsult a megyében, nagyobb mértékűvé vált a korábbiaknál. Élénkült a házasodási kedv, 19%-kal emelkedett a házasságkötések száma a megyében. A növekedés országosan is megfigyelhető, amely 13%-os. A belföldi vándorlási statisztika hiányt mutat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az ország úgynevezett népesség leadó megyéje vagyunk. Ugyanakkor a nemzetközi migráció javította a vándorlási egyenleget. A vándorlási nyereséget az egyes térségek vonatkozásában is vizsgáljuk. Ugye itt alapvetően a szomszédos megyékbe, Borsod-Abaúj, Zemplénbe, illetve Pest megyébe történik a vándorlás. És hát van egy kisebb elmozdulás a nyugati térségek irányába, de ez nem akkora mértékű, mint itt a közvetlen térségben. Nem annyira mobil, tudnélik, a népesség. Itt a lakás, a lakhatás az erősen meghatározza a lehetőségeket, és nyilván a fiatalabb korosztály az, amelyik mozog a megyéből, elmegy Budapestre, ott marad a megyében, és nem jön vissza, ez jelenik meg veszteségként. A belső vándorlás ellenére még mindig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország legfiatalabb megyéje, korösszetétel alapján, illetve ebben a megyében nagyobb a gyermekvállalási kedv. Mindamellett, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeket. A régiók népesség megtartó erejéhez hozzátartozik az is, hogy a fiatalabb generáció ott alapít családot, ahol jobb a munkalehetőség és jobbak a lakhatási körülmények. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mindössze 94 új lakás épült az előző év azonos időszakához képest, 20%-kal kevesebb. A lakások többségét a megyeszékhelyen vették meg.